kanyarodik, azonban könnyedén húzta ki onnan középről Tamás, és kisebb sérülés szenvedett az első, illetve a múlt heti mérkőzésen, aztán egy lövés távolról, és egy csodálatos gól, Mesanovic a gólszerző. A 6. percben megszerzi a vezetést a Kisvárda. És a várdai a gólfelelőse, aki most már a 3. gólját jegyzi ebben a szezonban, és összességében is ő a legeredményesebb kisvárdai, hiszen eddig az örök rangsort holtversenyben 18 góllal, 18 NB1-es góllal vezette Claudio Bumbával együtt, most már ő az egyes számú kisvárdai góllövő. Navratil teszi tovább, Mesanovic pedig igazít rajta egyet, eltolja a védő mellett, és aztán gyönyörűen kilövi a hosszú felsőt. Ezzel vezet a kisvárda. Banai dühöng. Anculas. Kastráti. Ez jó meglátás, Mörsel. Mörsel középre, Csobot még egyet tovább, Ambrose helyzetben, és mellé csorog a labda, óriási mentés volt. Zsic hátrafelé bevitte sűrű mezőnybe, és az így nincs lesz, bizony, hogy nem volt lesz, Jujic 5. gólja. Beragadt Jovicic, és ezt kihasználja az Újpest Jujic révén. Nagyon veszélyes volt, ahogy Spasic a saját kapuja felé elkezdett cselezni. El is veszítette a labdát. És aztán oda került Jujicshoz, aki pedig könyörtelen ebben a szezonban az ilyen helyzetekben. 1-1. Itt van még egyszer Spasic szólója. Gyakorlatilag Jujic volt, aki leszerelte, és tessék nézni, hogy mennyivel beragadt Jovicic. Ha nem lett volna elég önbizalma Jujicsnak, akkor még passzolhatott is volna, de megoldott egy maga. A labdák nem jönnek, Jujics. Kis, hát próbálja hámozni magát, aztán visszaszerzi a labdát Ambrose, az már lövőhelyzet. Nagy védés Petkovicstól. Az ott helyzet lehet, Mörsel dekázgat. Még mindig ő, aztán elesik. Onovo. Na, mi lesz ebből? Kastráti. Jön egy beadás, ott a helyzet, és az újpesti vezetés is. Ambrose góljával megfordítja a mérkőzést a Lilafehér együttes. 2-1 az 53. percben. Ez már Viknyevicsnek is alig nem tetszik. Mi pedig megnézhetjük még egyszer, hogy mit ügyetlenkedtek ott a 16-oson belül a kisvárda védői, mert hogy ebben megint csak én azt gondolom, hogy nyakik benne vannak. De itt Mörsel elkezd dekázgatni, nem tudnak felszabadítani, Makovszki röviden fejeli ki, Onovo gyűjti be, és aztán ott mutatja magát, Ambrose meg is kapja a labdát, megkerüli könnyedén Kovácsicsot, és Petkovic sem jött ki a kapujából, ő is a vonalon várta, hogy mi lesz ebből. Kastráti a gólpassz. 80-an látjuk, egészen pontosan halljuk és látjuk, 3980, tehát ez a... És ahogy átszállott a labda széles feje fölött is. Köszönjük mindenkinek, aki eljött van. Ezért minden pontrugás egy lehetőség a vendégeknek az egyenlítésre. Jó, kanyarodik a labda középre, ott a fejes, és ott is van az egyenlítő gól. Jovicic! 2-2. A 72. percben egy pontrugás és egy egyenlítés. Az első gólja Jovicicsnak Magyarországon. Érkezett nagyjából 10 várda szurkoló oda a csók Jovicicstól. Itt pedig még egyszer a fejes. Igen, ott Tamás volt az, aki rosszul számította ki a labda ívét, és mögötte érkezett Jovicic.
és itt aztán tisztán feljelhetett kapura. Most cserél az Újpest. Tajti szöglete. Alászalad bizony a kapus, és közvetlen közelről sikerül begyötörni a labdát a hálóba. A 81. percben újra vezet az Újpest Mörsel góljával. Micsoda hiba Petkovics-tól. Tajti pedig egy gólpasszal debütál. Na nézzük még egyszer, átszáll a labda, az Ambrózról csorog le, és Mörsel közvetlen közelről besodorja, megelőzve Jovicsicset. Az 5. gól a meccsen, 3-2. És ott még bele is ért szegény Petkovics. Hát egyrészt ő bénázott egyet, majd utána szerencsésen volt. Menjik. Érkezik Széles mellette. Széles még. Középen hárman várják a beadást. Kamály. Most jön a labda. Ott a csúsztatott fejes mellé.